Sziasztok! Körülbelül egy hete csináltam meg az utolsó videómat, és abban elmondtam, hogy az általam megvásárolt MicroCypherről is csinálnék videót. Közben teszteltem az indikátorcsomagot, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó dolgot sikerült vásárolnom, tanulnom kell, még fegyelmezetnek kell lennem, ami a legnehezebb természetesen. A saját szabályomat nem szabad felrúgni, különben elég kellemetlen veszteségeket tud az ember realizálni. Jó, a videó alatt bent lesz a linkje, amin keresztül tudtok regisztrálni MicroCypherbe, hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek ti is használni. A Buy menüvel tudtok a vásárláshoz elérni. És láthatjátok, hogy három csomag van. $400 csomag, ami egy 5 hónapos előfizetés jelent, egy $600, amit egy évre ad előfizetést, és $1500, ami egész életünkben használhatjuk. Ugye én a 400-asat vettem meg, hogyha van $600, vagy 1500, megéri mind a kettőt, de megveszed a 400-asat egy-két hónap alatt simán meg lehet keresni az élettartalmasra a pénzt, és akkor azt is meg lehet venni. Buy Starter, és akkor a View kártal tudunk menni. Alapesetben ezt látod, mert többször próbálkoztam vele, és bent maradt. Az Update kártal tudod, hogy tényleg csak egyet akarsz venni, $400 Proceed to Checkout. Ha van kuponod, akkor azt megadod, és akkor kitöltöd a nevedet, országot, címet, telefonszámot, e-mail címet, jelszót, és kiválasztod, hogy bitcoinban szeretnél vásárolni, vagy hitelkártyával. Mindig melyiket válaszod. A bitcoin, hogyha fizetsz, akkor ki kell tölteni a dolgokat, akkor fölhoz egy oldalt, ahol megadja, hogy milyen címre kell és mennyit pontosan küldeni. Illetve körülbelül 12-24 óra az, amíg aktiválják a MicroCypheredet. De ahhoz, hogy tudjad a MicroCypheret használni, ahhoz kell neked egy TradingView nevezetű program, ami így néz ki, és az ingyenes verzió is val is működik a MicroCypher, de érdemes előfizetni $15 havonta, illetve hogyha regisztrálsz, és megmondod, hogy te meg ki szeretnéd próbálni a Pro verziót mondjuk egy hónapig, akkor ingyen használhatod. Hát egyébként nekem még 15 nap van hátra, még lejár az egy hónap, és hogyha éves szintű előfizetéseket csinálok, akkor Pro például $71 olcsóbban fogom tudni megkapni, és gyakorlatilag egy csomó mindent lehet csinálni az ingyeneshez képest, vagy az alaphoz képest, de azt hiszem az alappal is ugyanúgy működik, mert a MicroCypher-nek három indikátora van, annyit szerintem meg tud jelenteni, de ha nem, akkor is ezt a $15 havonta, vagy egybe $108 biztosan megéri, meg tudod keresni az adat az egy hónap alatt, amíg a kereskedsz, és amíg az ingyenes próba verzió megy. Vagy megverted a Pro Plus-t, ami azért jó, mert már négy chartot lehet egy képernyőre kirakni, nem csak kettőt, vagy akár a Premiumot, amin azért már $432 val olcsóbban lehet. 25 indikátor, nem hiszem, hogy ennyire szükség, vagy 8 chartot egy képernyőn, hát nem tudom, hogy mit lehet látni annyit, de a kettő is elég, 4 az abszolút optimális verzió. Hogyha regisztráltok, akkor a felhasználó neveteket majd meg kell adni a MicroCypher-nél, illetve ha minden igaz, akkor
a Discord neveteket is meg kell, és akkor gyakorlatilag ezzel a hashtaggel és a számmal kell, amit ott, itt a Discordon, itt a MyAccounts-ba találtok meg. Jó, itt a felhasználó nevetek után lesz egy hashtages rész. Oké. Okay. Szóval a TradingView-ban, hogyha beléptek, akkor valószínűleg ilyesmit fogtok látni, és az, hogyha megvettétek a Market Cypher-t, akkor el kell dönteni, mi az a kriptopár, amivel szeretnél kereskedni, és azt beírod ide, hogy mondjuk, mit tudom én, Litecoin, USDT-t szeretnél, és azon, hogy milyen váltóban használod, kiválaszod azt, hogy mondjuk a Binance, vagy a Krakenen, Bybit-en, amelyiken éppen használod. Nagyon fontos, hogy azon azt jelöld be, amin valóban kereskedsz, mert mások a számok, más, hogy működik, csak utána a Trade Now-val tudod felhozni azt a kereskedést. Itt ezt érdemes lerakni, ez nem kell nekünk. És akkor én bezárom a Market Cypher-es dolgokat, és akkor mutatom, hogy hol tudod előhozni, az indikátoroknál lehet, és van olyan, hogy Invite Only Scripts, és akkor kijelölöd mind a hármat. Ez a három, amire szükséged van, több indikátorra nem igazából lesz szükséged. Jó, nézzük is egyesével a dolgokat. Itt egy csomó mindent lehet látni, az ember először meglátja, hogy úristen, mi a frász ez, és el van teljesen veszve a dolgokban. Úgyhogy mondjuk kezdjük az A-val először, hogy ne legyen annyira sűrű a dolog. Mielőtt elkezdesz kereskedni, azt tudnod kell, hogy minél nagyobb az idősáv, amit itt kiválasztasz, annál biztosabbak a jelölések, amiket ad a program. Jó. Nézzük is, mondjuk a 4 órásra mondják, hogy az szinte halálbiztos. Gyakorlatilag itt láthattok egy ilyen piros gyémántot alatt, ilyen piros X-el, ezt vérgyémántnak hívják, Blood Diamondnak, ami egy nagyon erős indikátor arra, hogy lefelé vezető trend belépünk be. És itt láthatjuk is, hogy amikor jelölte, ahhoz képest legalacsonyabban lement 18,94%-ot. Azt tudni kell, hogy pontosan nem fogod tudni a csúcsokat, meg az alsó részeket elérni. Jobban mondva, van rá módszer, de necces. De akkor is, hogyha azt mondom, hogy mondjuk ennek itt találod el, és valahol itt lépsz ki, ez az 12,31% is marha jó, és ezt 2 nap, 8 óra alatt lehet elérni. Nem rossz ez a dolog. De menjünk vissza az 1 órási felbontásra, mert itt több dolgot is mutat. Ugye a vércsillag itt egy kisebb lefelé mutató trendet jelöl, és akkor jön ez a kék háromszög, ami viszont azt mutatja, hogy trendváltozás van, hogy az eddigi fölfelé vezető trend, ami volt, az megfordul, és lefelé vezető trend bemegy át. Elgondolom, hogy nekem ezek a kék háromszögek, ezek még nagyon nem világos, hogy hogyan működnek, általában félrevezetnek engem, ezért nem is igazán szeretem őket. Illetve itt láthatok egy csomó ilyen szürke akármit, ezt az Extended Moving Average-ek gyakorlatilag van 8 talán, vagy 9 belőlük, azt mutatják, hogy az elmúlt 1-2-3x oszlop diagramban, vagy gyertyában
milyen átlagok voltak. És láthatod, hogyha hogy a formája az ebbe a szürkébe fordul át, akkor az lefelé vezető trendet mutat. És hogyha belemegyünk ezekbe a sávokba, akkor az jelenti, a trend az elég erőteljesen megy abba az irányba. Itt láthatjátok, itt egy óriási fölfelé trendet mutat. Azt tudnotok kell, hogy mindez ez a ribbon vagy sávos dolog, mind a gyémántok, a kékek, ezek mind nem előrejelzések, hanem aktuálisan rendelkezésre álló információ alapján jelennek meg, vagy tűnnek el. Tehát például ez a piros X az egy lefelé vezető trendet mutat, a zöld, nem tudom, ez rombusz, ez egy növekményt jelöl. De hogyha közben úgy változik az eladás meg a vételek, akkor ez el is tűnhet, és át is válthat, az X eltűnhet, hogy megjelenhet egy másik X. Aztán itt van még egy nagyon fontos X, a sárga X. Ez a gazdagoknak a szemétsége, a bánák, akiknek nagyon sok pénzük van, ezzel szórakoznak, hogy mesterségesen lenyomják az árfolyamat, azért, hogy ő nekik több jusson. És itt láthatjátok, hogy itt kezdődött el a piaci manipuláció. Szépen elkezdte lenyomni, ugye a piac elkezdett pánikolni, lement egy laza 28%-ot, ő lehet, hogy mit tudom én, eddig mínuszba ment át, viszont lement az aljáig, itt visszavásárolta, és gyakorlatilag több tokenje lett, mint amivel indult, és ezzel átlagosan jobban járt. Egyébként ezt lehet taktikaként használni, hogyha látsz sárga X-et, akkor te is egy lefelé vezető trend szerint bevásárolsz. Igazából akkor mész biztosra, hogyha 4 vagy 5 csillagot látsz a 15 perces intervallumban. Most itt kezdődik. És azzal meg tudod az alját állapítani. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát 4 vagy 5 van, és az 5.-nél úgymond fáradnak ki a bánák az árfolyam lenyomással, és akkor lehet azt nagy valószínűséggel elfogadni, hogy vége az ilyenfajta manipulációnak, és elértük az alját annak a lefelé mutató trendnek. Aztán vannak zöld ilyen pöttyök, ezek természetesen a pozitív irányultságot mutatják. Viszont az nagyon fontos, hogy a különböző indikátorokat egyben kell nézni, nem egyesével kell nézni. És minél nagyobb idősávot nézünk, annál biztosabb és annál jobb a döntésünket támogató dolog. Nem, ez. Jaj, ez egy kicsit sok lesz így. Jó, nézzük a következőt, a Market Cipher SR-t, Support és Resistance-ből kapta a nevét. Itt, ami fontos és számomra kedves dolog, a sárga pöttyök, minél több sárga pötty van, az a megtámasztást jelenti, és ez a, nem tudom, rózsaszín, pedig az ellenállást, a rezisztenszet. Tehát gyakorlatilag ezzel valamelyes be tudjuk lőni azokat a sávokat, hogy mi között fog mozogni. Annyira kell figyelni, hogy amilyen idősávot állítasz be, itt a beállításoknál
negyedét, ötödét kell időintervallumba beállítani, tehát 1 órához 15 percet állítasz, vagy ha 15 percesen vagy, akkor itt mondjuk 2-3 perces időintervallumot kell beállítani. Aztán amit még szeretek, ezek a pivot felső és alsó vonalak, ezek is mozognak, és az árfolyam változásával egyetemben élnek és változnak. Viszont általában azt lehet látni, hogy attól függően, hogy a trend az lefelé irányul, vagy fölfelé irányul, általában mi időnk szerint olyan 8-9 óra környékén, 7 és 9 óra között, azért be szokott ütni az alsó részre, és utána fölpattan, és ha minden igaz, azt nem értem, hogy a... miért nem mutatja a középvonalat, de mindegy, majd lát még egy másikra ott mutatja. És ez lehet egy jó vásárlási segélet, tehát 7 óra magasságába érte el ma például ez az anyját. De hogyha 8 órakor ébredsz fel, és 8 órakor vásárolsz be, itt valahol ezen a 155-ös értéken, és ugye csak a mostani értéken adod el, az 3,79%-os növekmény. Egyébként itt van ez a vonalazó, ezzel lehet nézni azt, hogy mekkorákat változott egy-egy sáv. Egyébként amikor én kereskedek, akkor azt is nézem, hogy a pivot felső és alsó vonalak között mekkora a szórás, hiszen a nap közben az alsó és a felső között pattog, nem mindig éri a felsőt, de a középvonal köré gyűlik. Itt is láthatjátok, hogy itt az átlag köré gyűlt, és itt is azért vannak olyan mozgások, amiket el lehet csípni, illetve a 14, vagy majdnem 15%-nak a felét azért itt az alját valahol elcsíped, és valahol az átlag a középérték fölött mész, tehát ilyen 5-6-7%-ot simán lehet egy napon belül realizálni, ami szerintem jó. Esetleg, hogyha majd tapasztaltabb leszel és magabiztosabb, én még nem vagyok az, akkor lehet a Bybit-en vagy a Femex-en longolni vagy shortolni, tehát a trend szerinti megbízásokat megadni, és tők áttétellel akár 5-10-100-szoros tők áttétellel kereskedni, de azt mindenkinek csak annak ajánlom, aki tudja, amit csinál. Tehát én nem merem ezt megcsinálni, mert az még túl kevés a tőkém, és túl kevés a tudásom, de ezen javítunk. Jó, nézzük a Market Cipher, ez az B-t. Ez viszont valami csoda. Itt ennek van egy olyan része, ami a jövőben lát, úgymond. Mégpedig ez a kék, világos és sötét kék momentum indikátor. Gyakorlatilag ezek akkor erőteljesek, hogyha itt ezen a piros vagy zöld sávon megjelenik a zöld pötty, és hogyha az konfirmációt kap, akkor az erős indikációt jelent. Például, és figyelni kell, hogy van itt ez a fehér csík, ami 70-60%-nál van, meg itt van mínusz 60%-nál. Hogyha a fölött van a kis hook link, akkor az még erőteljesebb dolgot jelent. Kell olyan hook linkat keresni, amik egymás után vannak. Például itt van az első hook link, bár még ez annyira nem
nem volt jó, inkább ez jobban tetszik. Tehát itt van az első indikációnk, hogy fölment a fehér csík fölött, van egy piros pontunk, és megvárjuk azt, hogy a második piros is beérkezzen, ami azt jelenti, hogy egy lefelé irányuló trendbe lépünk be, és hogyha megnézitek, ez valami hihetetlen jól elcsípte, tehát gyakorlatilag itt kezdődött el egy trend, mondjuk itt valahol elkapjuk, és gyakorlatilag egy pár óra alatt 6%-ot tudunk pár óra, az egy nap egy óra realizálni. De egyébként a kivételt azt már itt indikálja, és itt realizálhatja. Tehát igazából ez kevesebbet mutatott volna. Azt mondjuk, hogyha a zöldnél kivesszük, akkor 4,46 és egy nap 5 óra alatt jött volna ez össze. Ez nem tűnik soknak, de azért 4%-okat naponta csinálni azért az nagyon durva. Hogyha már naponta 1-2%-ot hozol, akkor az szuper a kamatos kamat elve alapján. És akkor ugyanezt gyakorlatilag megnézhetjük az alsó részen. Itt ugye van egy indikáció, itt a konfirmációnk, tehát gyakorlatilag valahol itt elcsípjük, és a tetejéig, vagy mondjuk itt elcsíptük, és akár, na most mit csináltam? Tehát valahol itt elkezdjük, és akár itt, vagy igazából ugye a konfirmáció az itt jön meg. Mondjuk az annyira nem jó, hogyha van benne fölfelé ívelő, tehát egymás melletti dombok kellenek, amik között nincsenek. Tehát például itt, amik vannak, látszik a trend lefelé menetele. Jó, amit figyelni kell, az, hogy attól függően, hogy be akarsz-e lépni egy kereskedésbe, vagy nem, az több indikátor jelét kell összevetned. Tehát van-e zöld pöttyöm, vagy nincs zöld pöttyöm, van-e megerősítés, nincs megerősítés. Itt ez a piros sáv azt jelenti, hogy kifelé megy a pénz a tokenből. Hogyha zöldé válik, akkor az egy jó indikáció, hogy az fölfelé menetelt jelez. Tehát itt láthatjátok, hogy van két piros, meg van a konfirmáció, de mégis fölfelé megy a trendünk. Nézni kell az, hogy gyakorlatilag itt a piros és ez a lila, ez mennyire van fönn. Hogyha fönt van, akkor túl sok vétel van, tehát valószínűleg a trend az lefelé fog menni egy idő után. Aztán mi az, ami még fontos? Ja igen. Átmegyek mondjuk ide a Cardano-ra. Tehát ez a nem tudom, narancssárga, barna, nem tudom milyen szín. Mondtam, ez az átlag a pivot középértéknek. Itt, hogyha a fehér csík, ami a VWAP, ami a súlyozott mozgó átlag árat jelenti, hogyha alulról fölfelé keresztezi, akkor az természetesen fölfelé trendet jelent. Az nagyon az én nagyon erős indikátor.
és itt alul is láthatjátok, hogy itt átléptük a fehér vonalat. Igaz, hogy indikációt nem kaptunk, mert azt már itt előtte kaptunk, hogy itt valami fölfelé megy. Aztán itt nézzétek meg, gyakorlatilag ma reggel 8 órakor megjelent a zöld pöttyünk. Konfirmációnk mint nincsen, de ennek ellenére ez fölment 28 centre, 19-ről. Hogyha ezt elkapod, ez 7 centes növekmény, ami azért nem kis összeg. Mondjuk innét elmész, valameddig 7%-ot simán tudsz egy órán belül realizálni. De ugye amikor élőben kereskedsz, akkor ez más, és nincsen konfirmáció, ezért nem megyek bele a kereskedésbe. Viszont itt azért ez erőteljesen indikálja azt, hogy itt valahol elértem az alját. Ugye keresni mindenképpen keresek valamit, csak nem mindegy, hogy 0,5%-ot keresek rajta, vagy többet. Ami még fontos, ez a sárga vonal, ami alap esetben nem, itt van ilyen sárga maszat. Én azt átállítottam itt a stílusnál, ez a VWAP, és itt ezt átállítottam line-ra, és akkor látjátok, hogy eltűnt és vékony vonal lett, és akkor a vonalat még egy vastaggá átállítottam, hogy jobban lássam, én ezt jobban látom. Hol voltunk? Itt voltunk. Tehát, hogyha ez a nulla vonat keresztezi, akkor megint az fölfelé ívelést jelent. De az, hogy most negatívból fölfelé megyünk, az nem jelenti azt, hogy az most örökké ott maradunk. Láthatjátok, itt is egy kis hupli van, és jön vissza. Lemegy. Lent van. Elkezd fölfelé menni. És itt, hogyha megnézitek, itt elkezdett zöldé válni a piros, ismét, tehát pénz folyik bele a kárdánóba. Ami jót jelent, mert a pénz megy bele, az azt jelenti, hogy a trend is fog fölfelé menni. És ahogy mondtam, itt ugye a középérték az 24,5 mondjuk centen van, és 15,3, és valószínűleg 1,15 és 1,33-34 között fog mozogni. Most, hogyha a trend az elmegy fölfelé, akkor ez ki egyen, vagy följebb fog menni, és itt majd elkezd egy kicsit egy ilyen kis csúcsosodás menni, és egy idő után, hogyha az óra az lezárodik, akkor itt az egész följebb ugrik. Tehát ez mozgó, ahogy az adatok jönnek be, és ahogy változnak, ez úgy változik. Jó, itt az ellenállás az egyértelműen 1,487 környékén van, tehát hogyha eladást akarsz, akkor valahol alatta kellene megadni, 48,7. Jó. Egyébként a kiszállást azt érdemes sávosan megadni, meg lehet itt adni 1,3-nál, mit tudom én, 32-nél, aztán meg lehet adni a 33,5-nél itt, ahol van, 35-nél, és akkor gyakorlatilag, hogyha itt beszálltál, akkor elég szép összeget realizálsz. Mondjuk itt ezt kaptad el, és mondjuk fölmegy eddig, az 14%. És akkor kiveszel, mit tudom én, az első részletet kiveszed, mondjuk olyan, mit mondtam, 30-nál, az 9% már. De hogyha a biztosabbra akarsz menni, megadom, mit tudom, 5%-nál. Az első az 5%-os növekedésnél. Majdnem, hogy a középvonalra. A középvonalat egy kicsit. Aztán megadod, mit 7%-nál, 10%-nál, 15%-nál. Tehát sávosan próbáld meg megadni a kivételeket. Lehet, hogy fölmegy ide 1,48-ra,
ami miatt bosszankodhatsz, de nem bosszankodsz annyira, mint én, hogy én beállítottam a hasonlóra, nem itt sajnos, hanem itt, és nem ment fel annyira ilyen 2-3 tized cent az, ami hiányzott, és látod, hogy ment le az egész, és talán most majd helyre áll, és egy kicsit följebb fog menni. Aztán majd, most majd okosabb leszek, és beállítom magasabbra. 1,27 környékén váltottam át a Cardano-ra az Ethereum-omat. Az akkor 1605 dolláron volt az Ethereum, ami jó döntés volt, mert láthatjátok, 1361-en van. És mondjuk olyan 35 környékétől, vagy lehet, hogy 30-tól, 32-től, nem tudom, még majd eldöntöm sávosan 25%-át, vagy 20%-át, vagy 4-5 részre bontom a lóvémat, és azt úgy váltogatom át. Jó, tehát meg kell próbálni keresni konfirmációkat. Tehát itt az első piros, magasabb a fehérnél, megjön a második piros, magasabb a fehérnél, látszik, hogy elindult lefelé irányba a trend. Még ugyan van bent pénz, de azért kombinálva, hogy magasan van az RSI is, meg a sztoisztikus RSI is, tehát túl sok vétel volt, tehát ez 2, 3, 4, 5 indikátor azt mutatja, ezzel együtt 6 indikátor, hogy itt lefelé irányultság jön, érdemes kiszállni, és hogyha itt kiszállsz valahol errefelé 1.43-nál, és nem tudom, itt valahol szálltál be, akkor az elég szép, bár ott nem szállsz be, mert nem volt itt szálltál be. Mondjuk, mert ugye mondjuk nincs a fehér fölött, de azért ez még mindig egy jó indikátor. Tehát valahol 90 centnél beszálltál és kiszálltál 1.43-nál. Az ugye az fél dolláros, több mint fél dolláros nyereség, azért az nem rossz, sőt, az kiváló. Rá kell dönteni, hogy mennyire kis összegeket, kis százalékokat akarunk megszerezni, mennyire biztosra akarunk menni. Ha nagyon biztosra akarunk menni, akkor a 4 órásin kell a zöld pöttyöket keresni. Itt van például egy zöld pötty. Gyakorlatilag ez 81 centnél a zöld pöttyezet. Itt konfirmációt nem fogsz találni a 4 órásin, mert az már mint még egy ilyen zöld pöttyöset, mert az nagyon, nagyon ritka. Tehát január 28-án volt előtte, meg február 15-én, tehát majdnem egy egész hónap eltelt. De a 4 óráson van zöld pötty, akkor az zöld pötty, az finom. Itt valahol 31 centnél jelent meg, hogy na, itt valami lesz. És ment szépen-szépen föl, végig ment. Aztán, hogy a kiszállási stratégiádat hogyan határozod meg, az attól is függhet, hogy gyakorlatilag a vivapod, tehát gyakorlatilag a fehér vastag vonalad hogyan megy, tehát minden nap fölfelé ment, és akkor elérkeztünk a 91 cent környékénre, vagy 97 cent környékén volt egy ellenállás. Itt jelölte is szépen a dombocskát. Itt mondjuk több dombocska is volt, ami indikált egyféle kiszállási sugallatot, viszont a pénz az meg baromi vastag volt, úgyhogy nem feltétlenül volt érdemes kiszállni. Itt mondjuk lehet, hogy 25%-át eladod a berakott lóvénak, és akkor megy tovább, megy fölfelé.
Itt a második kettes hullám, itt meg vagy eladod a következő részét. Még 25%-ot vagy többet. De mondjuk annyira vastag a pénz berakási íze, hogy ihaj. És akkor ugye itt jön 4 órásim vagyok. Itt meg ugye egy beszállási pontot mutat újra. Amikor törte ugye a 97 centes határt. És akkor fölment 1,20 dollárra. Aztán fölment 1,48-ra, 49-re. Jó. Körülbelül ennyi az, amit kisilabizáltam ez alatt az 2 hét alatt körülbelül a Market Cipherből. Egyébként körülbelül 10-12 nap alatt megkerestem azt a 400 dollárt, amit elköltöttem rá. Viszont el is veszettem egy csomót, de nem a Market Cipher miatt, hanem a fegyelmezetlenségem miatt, mert a saját szabályomat az, hogy vasárnap éjszakára nem nyitok kereskedést, azt fölrúgtam, nyitottam, gyakorlatilag ugye jött ez a 22-25%-os korrekció, Ethereumot vettem, megszívtam, de még időben átváltottam szerintem Cardano-ba, amivel vissza fogom tudni kormányozni ezt az egészet. Egyre jobban néz ki ez az emelkedés, és a mínuszomat pluszba rakom át, de mivel 5 hónapot kap az ember, 1 hónap alatt, hogyha nagyon biztonsági játékot játszol, akkor is szerintem vissza tudod hozni, persze nem 100 dollárral kereskedve, hanem legalább 500 vagy inkább 1000 dollárral, de úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó eszköz, és érdemes beruházni rá. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!